Köszöntöm a Városi Televízió nézőit! Önök a Túri Hírmondó című műsorunkat látják 2024. január 11-én csütörtökön. A pontos idő 19 óra. Kérem, tekintsék meg mai műsorunk tartalmát. Változások a Siketek és Nagyot Hallok irodalmi klubja életében. Refi Bál. Horgász engedélyek kiváltása. ...2024-ben mérsékelt változások lépnek életbe a Siketek és Nagyot Hallók irodalmi klubjának életében, melynek részleteiről Rojkó Istvánné klubvezető nyilatkozott. Ugye a 2024-es évet még nem kezdték el, majd január végén vagy február környékén fogják elkezdeni, de visszatekintve még az elmúlt évre, volt-e olyan tapasztalat, vagy van-e olyan fogadalom az új évre, amit be szeretne tartani, valamilyen változást szeretne? Igen. Igen, lesz változásunk ebben az évben. Na most ezt a 2024-es évet január 31-én fogjuk az első klubgyűlésünket tartani. És hát itt az lesz a nagy változásunk ebbe az évbe elsősorban, hogy eddig évtizedek óta, vagy legalább is amióta én vezetem a klubot, két hetente volt mindig klubgyűlésünk. Most viszont ez megváltozott. Ebben az évben minden héten lesz. Ugyanis ennek a változásnak az lett az oka, hogy a tavalyi évben már volt jelzés a kétnefeles dalkörnek a jelzése, hogy ők befejezik azt a dalkört. Na most ebbe a dalkörbe az én saját klubtagom, négy személy, aki ebbe benne van, tehát én klubtagom is, meg a dalköré is. Na most ők befejezték, sőt azt hiszem az őszülön be is jelentették, hogy befejezték, és mi hozzánk szeretnének bejönni. Mivel, hogy ugye négy ember egyébként is a mi tagunk közé tartozik. És akkor itt az volt a kérése a dalkör vezetőjének, hogy, mert én azt mondtam, hogy két hetenként vagyunk, hát akkor majd behoztuk azt, hogy akkor az egyik óra, mert kettőtől négyig vagyunk, hogy akkor kettőtől háromig én tartom a klubgyűlést, a háromtól négyig pedig akkor nektek az ének, meg a egyéb. Nekik az úgy kevés. Hát akkor hogyan oldjuk meg? Mert mint dalkör, ugye innentől, ettől a 24-es évtől kezdve, mint dalkör ők nem működhetnek, tehát mert ők lemondtak. Csak a hallásérült klubon belül, mint kultúrcsoport fognak működni. Hát akkor hogyan oldjuk meg ugye azt, hogy most akkor nektek több idő legyen arra, hogy... És akkor így született meg az a döntés, hogy hát két hetenként ugyanúgy a klubgyűléseket fogjuk megtartani, de a közbelső, tehát minden második hét, az pedig az övéké, tehát a kultúrcsoporté. Na most itt ugye én rám is több feladat fog hárulni, mert ugyanis mivel a klubnak én vagyok a vezetője, akkor nekem csak be kell jönni akkor is, amikor ugye a kultúrcsoport van, mert ugyanis nem csak az éneklés, hanem egyéb szereplések, amik benne, abba beleért a versmondás, vagy egy kis jelenetnek a
tanulása, gyakorlása, egyebek. Tehát úgyhogy egy kicsit szorosabb lesz a dolog. Hát egy kicsit még azért tartok tőle, hogy nem tudom majd, hogy mennyire fogom én is ezt úgy bírni majd ezt a heti dolgot. De hát majd kiderül, hogy vagy a gyakorlatban majd hogyan fog ez működni. Minden esetre én örülök neki, hogy így alakult, hogy úgy döntöttek, hogy oda jönnek, mert egy kicsit nekem is kellemetlen volt az elmúlt időszakban, hogy ugye ők, mint énekcsoport, vagy hát a dalkör, és akkor ugye mi is kaptuk a klubok ugye a meghívást, és akkor jó, hát tőlem esetleg 2-3 ember jelentkezett. De a dalkör is jött, ami azt jelentette, hogy ott van 4 emberem, tehát akkor én nem 3 emberre jelentkeztem be, mert 4, meg ott is, az ennyi meg. Tehát egy kicsit, na de hát ezt át kellett hidalni. Most aztán, hogy majd hogy alakulnak ezek a dolgok, nem tudom, mert végül is a klubvezető, vagy a dalkörvezető, a vezetője, az volt vezetője, most már így kell mondanom, az azt mondta, hogy akikkel ők nekik is megvolt a kapcsolatuk a vidékiekkel, és hogyha meghívást kapnak, persze ugye a mi nevünknek kell, hogy szerepeljen, mert az ők nem vihetik ezt a nevet tovább, a két neperes dalkörnevet. És hát akkor ott megint csak az jön majd le, hogy akkor vagy nekem is mindig menni kell velük, mert egyébként az én klub tagjaim, ez valahogy így alakult ki az elejétől fogva, hogy ha te nem jössz, akkor nem megyünk. Tehát én nekem mindig kellett menni, jó, mentem is persze, mert erre csak az volt a válaszom, hogy igen, azért tiszteljük meg a klubok egymást annyival, hogy én a klubvezető, ha meghívják a klubomat, akkor én, aki a klubot vezetem, akkor tegyem tiszteletemet. Tehát valahogy én ezt így fogom fel, hogy ebben tiszteljük meg egymást. Mert ez így helyes, szerintem. De hát ugye ez megint olyan, hogy mindenki másképp gondolkodik, mert azért vannak azért olyan klubvezetők is, ezt már én is tapasztaltam a saját rendezvényünkön, hogy hát a klubvezető az soha nem jön el, de a tagjaiból 2-3 embert elküld. Tehát, na most én ezt egy kicsit rossz néven veszem, mert azért most megint ezt mondom, hogy hát tiszteljük meg egymást ebben. Tehát, na mindegy, hát szóval ez így működik. Február 10-én ismét jótékonysági bálat szervez a Mezőtúri Református Kollégium, amelyre mindenkit szeretettel várnak. Az eseményen az iskola öreg diákja Karapancsev Kristóf is fokozza a hangulatot, emellett a Dalma Dance Club táncos lányai is színpadra lépnek. Az eseményről és a farsangi időszakról Égerné Tamás Anna Mária iskolaigazgató nyilatkozott. Február 10-én a Mezőtúri Református Kollégium újra jótékonysági bálat rendez. Mit tudhatunk erről az eseményről? Most már több mint egy évtizedes hagyománya van az úgynevezett refi bálnak, hiszen tulajdonképpen a Covid éveit leszámítva minden évben megszervezzük ezt a bált, és örömmel mondhatom, hogy mindig egyre többen és többen vagyunk. Ez tényleg egy nagyon-nagyon jó hangulatú bál szokott lenni ilyenkor a farsangi időszak lezárásaként, most konkrétan az utolsó pénteken. Február 10-én 19 órától a saját sportcsarnokunkban, a Pály István sportcsarnokban fogjuk megszervezni ezt a bált. Lesz sztár fellépőnk, hiszen azt gondolom, hogy hívhatjuk így a nagy büszkeségünket, Karapancsev Kristófot, aki ugye a Sztárban Sztár Leszeknek az idei győztese, és azért is vagyunk rá nagyon büszkék, hiszen nekünk öreg diákunk, és ő lesz az, aki egy műsort fogadni nekünk, illetve táncos kislányok, a Dalma Dance Club táncosai fognak még táncolni,
vacsora lesz, aztán utána pedig reméljük, hogy egy nagyon jó hangulatú táncos mulatságot sikerül majd itt alakítani, illetve tombolahúzás is lesz. A jegyek elővételben kaphatóak, 8000 forintos áron a középiskolának a titkárságán, tehát a Kossuth Lajos utca 2 szám alatti középiskolai épületbe kellene jönni annak, aki érdeklődik, és itt lehet az iskolai titkárságon megvásárolni ezeket a jegyeket. Általában milyen érdeklődési köre van ennek a bálnak, illetve melyek azok a korosztályok, amelyek leginkább megjelennek? Hát ez elég vegyes. 18 év feletti vendégeket szoktunk várni, tehát például a saját diákjaink sem jöhetnek még addig, amíg diákok erre a bárra, viszont ahogy leérettségiznek, onnantól kezdve már nagy szeretettel várjuk őket, és akár 99 pluszosak is jöhetnek, de én azt gondolom, hogy körülbelül azért inkább a 30-as, 40-es, 50-es korosztály az, akik szoktak érdeklődni ez iránt, a bál iránt. Szóba került itt a farsangi időszak. Az iskolában hogyan ünneplik a farsangot? Ezt mind a kicsi bölcsiseknél, az óvodásoknál, illetve az iskolai intézményegységeknél meg szoktuk ünnepelni. A picik is beöltöznek általában, nekik csoporton belül, tehát az nem nyitott, csoporton belül szoktak kis játékos foglalkozásokat csinálni, felvonulnak a kis jelmezükben, és itt tulajdonképpen 2 nap is arról szól, hogy a farsang jegyében lezárjuk a telet, és ugye indul a bőti időszak. Tehát ők ténylegesen játékos formában ünneplik ezt az időszakot. Az általános iskola alsó tagozatában külön ünnepeljük a farsangot. Ők egy szombati napon itt a Pály István sportcsarnokban szoktak ünnepelni, ott rendezzük meg nekik. Itt minden osztály készül valamilyen produkcióval, általában táncolnak a gyerekek, aztán pedig ők is beöltöznek, és itt már díjazzuk a jelmezes felvonulást, és éppen ezért ennek már azért ténye van, hogy ők minek öltöznek. Természetesen elsősorban a házilag otthon készített jelmezek azok, amelyek el szokták nyerni a zsűri tetszését. A felső tagozatnak a középiskolával együtt van farsangja, ők is különböző programokon vesznek részt, itt már hidegtálkészítő program szokott lenni, különböző játékos vetélkedőkön vehetnek részt, és itt is szokott lenni jelmezes felvonulás, aminek szintén van tétje, hiszen ők is értékes nyereményekért tudnak beöltözni. Ebben az időszakban a horgászoknak is fontos feladatai vannak még a szezon előtt, amelynek részleteiről Veres Imre versenyszervező nyilatkozott televíziónknak. Az új évben a horgászoknak is fontos teendőik vannak. Mit tudhatunk ezekről, mik ezek a teendők? Igen, hát ugye aki tavaly váltott horgászengedélyt, azoknak most le kellene adni a fogási naplót, február 28-áig ez kötelező a horgászoknak leadni, és vagy akkor kell leadni, amikor váltsa a következő évi engedélyt. És amikor ugye leadja a horgász a fogási naplót, akkor már lehet váltani az új engedélyt, de ha még esetleg nem akarja, akkor kell majd hozni a horgászkártyát, amikor engedélyt vált. Most elég sok horgász kérdezi, horgászkártya megújítás van a horgászoknál, ugye akinek lejár az 5 éves kártyája, azt most meg kell újítani. A horgásznak nincsen vele teendője, aki kiadja az állami jegyeket, az automatikusan megcsinálja ezt a horgászkártya megújítást, úgyhogy nem nagyon kell a horgásznak ezzel foglalkozni, mert aki adja ugye majd a fogási naplókat, az majd gépészkedik vele, úgyhogy szinte csak ki kell fizetni ezt a 2100 forintot, és automatikusan megkapja a horgász a horgászkártyáját. Az engedélyekről annyit tudok elmondani egy pár szót, hogy a KHS-hez is tudunk engedélyt adni, a KHS vizeire, az ugye a körös, berettyó, kákafok, peresholtág, meg tudunk adni a Szolnok környéki vizekre is engedélyt, az pedig, amiket itt váltanak a mezőtúrjék, az jobban a nagykunsági főcsatorna, a keleti-nyugati ágra is tudunk engedélyt adni, az engedély 3000 forinttal le, például drágább 25000 forint az éves engedély a nagykunsági főcsatornára. Ezt elég sokan horgász kérdezi, azért mondom így el külön, a többinél is ilyen
2-3 ezer forint változás van a tavalyi évhez képest a területi jegyek árába. Az állami jegyek ugyanannyiba kerülnek, mint tavaly. Kedves nézőink, köszönjük a figyelmet! Önök a Túri Hírmondó című műsorunkat látták. Friss hírekkel holnap is várjuk Önöket. Addig is minden jót, viszontlátásra!